Na, szervusztok, kedves nézők! Megint szépen kimelegedett a kocsi legalábbis. Kim az utcán. Most megint megyünk a városban szokásos úton. Csütörtök van. Fél négy. Megyek babámhu. Hétfőn megyünk Görögország. Előszezon. Teljesen véletlen foglalással egy Parga Dafni nevű panziót választottam, amennyiért fizettem 123 ezer forintot, méghozzá ez a buszjegy oda-vissza, szállás 7 éjszaka ott. Két éjszaka a buszon. Busszal megyünk a Pollon Travel, felszállás Kecskeméten, Ósan. Parkoló, M5-ös, Dunaföldvári. Nem, mi be volt az szagy. Nem, mi be volt feleségem, volt a volt kocsival szemben. JDD 171-ben. Na ezt a meglepetést. Szembe jön velem a volt felesége, én most akarom megkérni a babának a kezét. Na? Ez aztán igen. Szóval Párgába megyünk. Remélem sikerül autót bérelnünk. Vagy motort, robogót, vagy valamit. És akkor elmenni Lefkáláig. Utána pedig Len átkompozni Kefalóniára. Ez a cél. Ez a cél. Azt, hogy mi valósul meg belőle, azt nem tudom. Ősszelre tervezek egy Kefalónia szkála. Oda csak a 117 ezer forint lesz biztosítással. Itt is üzettem biztosítást, tehát összesen 140 ezer forint két főre biztosítással az út, viszont 800 eurót is. Nem ér rakott kaját. $605 itt a benzin. Ez egy német úthálózat. Szerintem csak franchise. Mert akik csinálták a kutatások, nem hiszem, hogy bármiféle cégnek a tagjai, a alkalmazottjai, mert elég dolgában csináltak. Szerintem beragadtam itt, te nem. Igen.
bukónak az első számú problémája és oka az, hogy a rohadt geci miatt nem tudok befordulni. Rohadt életben. El akartam menni jobbra. Hát mindegy, így jártam. Kefalóniára oda egy főre lesz 120. Oda a babámat nem bírom, tudom vinni, mert nincs szabadsága. Furcsa, mi? Itt megkérem a kezét. Ott meg nem tudom elvinni. Egyszerűen nincs nekem két személyre pénzem. Azt mondják, hogy én is lemegyek. Á, ez nem úgy van. Gyerekek. Nem tudok mindent. Mindig két embert finanszírozni. Akármennyire szeretem, sem tudom finanszírozni. És nekem plusz 300 forintom arra, hogy vagy 400. Nagyon furcsa, nagyon csúnya dolog, de nem tudom másképpen volna. De hogy már itt vagyunk, akkor elmondhatjuk azt is, hogy ismerek egy-két olyan embert, aki a család nélkül jár túrázni. Szemben, akik a szomszéd srác, két kis táj van neki. Camilla és Ludmilla, vagy hogy a Viola. Kérlek szépen, a srác együtt mászt jár el. Gyerekeire meg nincs együtt a gyerekeire, hogy napközben vagy hétközben van a gyerekeire, nem tudom. De számtalan ilyen tudok dolgot mondani, hogy a férj egyedül megy el, vagy az asszony egyedül megy el. Valószínűleg megoldódott látszik a dugó kérdés. Nem lesz pénzetek autóra, az üzemanyagra. Azért a szerejezés, szembe jön az az autó, amit én vettem. Szerintem megismert. Az autó kint szokott állni a ház előtt.
apámnak a lányos süteményt. Azt írta babám, hogy küldene fel nekem. Nagyon finom sütit csináltam akkor. De most nem hiányozom enni. Inkább 20 kilót kéne fogyni. Nem bírok annyit mozogni. Igen, igaz, az most jött haza a bátyám, a feleségével Pestről. Pick.